Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az Alba elleni vereség után új edzővel készülnek a Honvéd ellen a Cápák. Két ezüstéremmel tért haza a varsói Európa-bajnokságról Tarjányi István. Győzelemmel búcsúzott el szurkolóitól a nyírbátori férfi kézilabda csapat. A házigazda nyerte a 27. Móricz Kupa nemzetközi lányröplabda tornát. Elszenvedte 10. bajnoki vereségét a Hübner Nyíregyháza Blue. A kékcápák az NB1 átcsoport 10. fordulójában az Albafehérvát fogadták, és a vendégek 108-80-as győzelemmel távoztak a Continental Arénából. A tabella második helyezettje látogatott a sereghajtóhoz, és ennek szellemében kezdődött a mérkőzés, a vendégek a 7. percben már 10 ponttal vezettek. A negyed végére picit zárkóztak a cápák, majd jól kezdték a második 10 percet is. Aztán ismét nyílni kezdett az olló a két csapat között, a nagy szünetre 16 pontos fehérvári vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után sem változott a játék képe, a nyíregyháziak mindent megpróbáltak, de nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz. A záró negyedben sem lassított az Alba, és végül 108 pontot szerezve győzte le a kék cápákat. Azt tudni kell, hogy az Alba jelen pillanat másik helyen szerepel a bajnokságban, és a legjobb támadó egységük nekik van. Úgyhogy nyilvánvalóan ez a feladat ez a legtöbb csapatnak nehézséget okoz és okozott volna. Főleg úgy, hogy jelen pillanat rotációnk ugye nem teljes mértékű, ráadásul ugye a mérkőzés közben 2 játékost elvesztettünk. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy intenzitásban és minőségben a 40 percből talán 20 percig jól védekeztünk. Ezen kell dolgozni, ezt az intenzitást és ezt a minőséget a lehető legtovább kitoljuk, és ebből profitáljunk 40 percen keresztül. A meccsen 11 pontot szerző Mokánszky Máté szerint a védekezésükön kell javítani ahhoz, hogy eredményesebbek legyenek. Gratulálok az Albának, megérdemelten nyertek, jobban játszottak, mint mi az első perctől kezdve. Ez a nagy különbség nem mondanám, hogy reális, de helyek közel kimutatta a két csapat közti különbséget ez a sok dobott, sok kapott pont, illetve mi is tudtunk 80 pontot dobni, ami azt hiszem, hogy hazai pályán egy nagyon jó jel tud lenni. A védekezésünkben érzésem szerint kell fejlődnünk, mert a támadásunk az szerintem rendben van. Minden játékos tudja, hogy mi a feladata, mi a szerepe az adott támadásban. Mondom, a védekezésben kell feljavulnunk, és szerintem ha az Alba ellen tudunk ilyen meccseket játszani, akkor más csapatok ellen is tudunk ilyen szinten kosárlabdázni. A fehérvári Takás Milán 8 pontig jutott a mérkőzésen. Mint elmondta, nem tudták, hogy milyen játékra számíthatnak a hazaiaktól. Számítottunk rá, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen nemrég volt egy edzőváltás a Nyíregyházánál, ebből kifolyólag nem nagyon tudtunk készülni, nem tudtuk, hogy mit váltunk az ellenfél csapatától. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy jó ritmusban kezdtük a mérkőzést, jól védekeztünk, ebből sok gyors indítást tudtunk pontosan, hatékonyan befejezni, és ennek köszönhetően nagy előnyre tettünk szert. Volt egy-két hullámvölgyünk, de igyekszünk ezeket kijavítani, és a továbbiakban pedig sok sikert kívánok a Nyíregyházának. A forduló további eredményei a következők: Deac Körment 90-72, Kaposvár Kecskemét 74-77, Sopron Budapesti Honvéd 80-61, Oroszlány Atomerőműesek 90-95, Szombathely Zalaegerszeg 94-80 és Szeged Szolnok 65-76. A tabella élén a Szombathely áll 9 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 8-2-es mutatóval rendelkező Albafehérvárt és Szolnokot. A Nyíregyháza nyeretlenül áll az utolsó helyen az eddig 2 győzelmet szerző Budapesti Honvéd mögött. A kékcápák szombaton a Honvédhoz utaznak, azon a meccsen már az új vezetőedző, az Észak-Macedón Darko Radulovics irányítja a csapatot. Az elmúlt hét végén, vagy a hét elején kiderült, hogy ki lesz a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks új edzője, egy Észak-Macedón szakember esett a választás. Egy picit beszéljünk arról, hogy megy manapság az edzőkeresés, edzőtalálás. Ugye most már vannak menedzserek, menedzserirodák, gondolom, jelenkezők is akadnak. Hogyne. Általában azért a személyes kapcsolatok, az ismerettség az ilyenkor nagyon hasznos. Természetesen ami megjelent a médiában, és köztudott tény volt, hogy új vezetőedző lesz a csapatnak, azonnal beérkezett egy rengeteg ajánlat, CV, menedzserek kerestek meg, de ilyenkor nagyon óvatosan kell, mert hiszen mindenki azt mondja, hogy ő a legjobb, és ő szeretne idejönni. Több mint 20 jelölt közül választottunk,
majdnem 10 emberrel videokonferencia is volt, nyilván a személyes találkozók azok elmaradtak, hiszen legfőképpen külföldi edzők jelentkeztek az állásra, de én azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk, egy nagyon ambiciózus, viszont kellően tapasztalt vezető edző érkezik, aki korábban volt bajnok és kupa győztes hazájában, vezetett olyan csapatot is, akinek a kiesés ellen kellett küzdenie, illetve volt 20-as válogatott edző is, tehát gyakorlatilag az összes palettát végigjárta, nagyon bízom benne, hogy vele sikeresek leszünk. Őt nem tudjuk most megkérdezni, sajnálatos módon betegséggel indul a nyíregyházi pályafutása. Ő mit mondott, mi volt számára vonzó egy még nyeretlen magyar bajnokságban szereplő csapat hívásában? Tulajdonképpen ez a kihívás, ami neki a legfontosabb volt, illetve tudta azt nem csak tőlem, hanem a emberektől, akiket ismert Magyarországról, jó körülmények közé fog jönni ide Nyíregyházára. Jó a rendszer az, amit felépítettünk, és nem egy olyan helyre kerül, ahol azzal kell foglalkoznia, hogy milyen külső körülmény az, ami éppen őt akadályozza. Úgyhogy maximálisan tudta azt, hogy hova jön, viszont egy olyan állást is keresett, ahol kihívást talál, és ezt megtalálta a csapatunkban, hiszen tudja azt, hogy ebben a csapatban sokkal több van, hiszen 10 mérkőzés után még nyeretlenek vagyunk, viszont látva a játékos keretet, látva a fiatalokat, abszolút azon az állásponton volt, hogy sikerülhet a bennmaradás, úgyhogy talán ezért is választott minket. A legutóbbi meccsen az Albafehérvár ellen vereséget szenvedett a csapat, de voltak olyan periódusok, amelyek kifejezetten biztatóak voltak. Ebben az esztendőben 3 meccs van még hátra, mégpedig olyan ellenfelekkel szemben, amelyek talán azt lehet mondani, hogy lényegesen könnyebbnek ígérkezek, mint mondjuk volt az Albafehérvár. Konkrétan a következő találkozón a Nyíregyháza előtt álló Honvéd ellen lépünk pályára. Mi az elvárás ezen a 3 meccsen? Szögezzük le, hogy nekünk nincs könnyű ellenfél, hiszen mindenkinek mi vagyunk jelen esetben a könnyű ellenfél, de félretéve ezt, egy olyan helyzetbe jött most az új edző, ahol szinte azonnal bizonyítani kell mindenki, mind a csapatnak. Nem azt mondom, hogy a világ múlik a következő 2-3 mérkőzésen, de természetesen nagyon fontos lenne egy pozitív töltet. Körmend, illetve az Albakomp ellen még vezetőedző nélkül viszont voltak annyira jó periódusok, amiből tudunk táplálkozni, viszont emellett vannak sérültjeink is, bízom benne, hogy mindenkit össze tudunk drótozni a Honvéd meccsre, és igenis ez most már győzelmi kényszer, mind a Honvéd, mind a Kaposvár, illetve a Sopron ellen meg kell próbálnunk nyerni és zárkózni az előttünk lévő csapatokhoz. Tekünk egy picit a Honvéd meccs utánra. Egy időre el kell köszönni a csapatnak a Continental Arénától. A Kaposvár elleni mérkőzés már a Bencs csarnokában lesz felkészült, ezek alkalmas-e minden a mérkőzésre? Igen, egy kicsit napról napra, hétről hétre élünk. Tulajdonképpen már ez korábban is be volt tervezve, hogy ezt a mérkőzést itt Continental Arénában egyéb jellegű elfoglaltság miatt nem tudjuk megrendezni. Tehát ez korábban is már úgy volt, hogy véhetően ezt a Bencs torna csarnokában fogjuk rendezni. Ennek az energiaválság nyilván nem segített ebben, úgyhogy azt a mérkőzést biztosan ott fogjuk, illetve a következő majd csak január 7-én lesz hazai mérkőzésünk Debrecen ellen. Ennyire előre nem menjünk, bízunk abban, hogy egy picit rendeződik a helyzet, talán egy picit melegebb lesz, talán egy picit jobban tudjuk fűteni a csarnokot, de ha nem, akkor természetesen felkészültünk mindenre, és abszolút alkalmas a Bencs Lóna csarnoka is NB1-es mérkőzés megrendezésére. Két ezüstéremmel tért haza a varsói Európa-bajnokságról Tarjány István, a Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója, kard egyéniben és a kardcsapat tagjaként végzett a második helyen. Az EGRI világkupa versenyen szerzett aranyérem után gondolom megfelelő önbizalommal, megfelelő formában, de milyen célokkal utaztál ki Varsóba az Európa-bajnokságra? Igen, megfelelő formában is célokkal, és azért egy kis teherrel is, mert azért megnyerni egy világkupát és utána EB-re utazni 2 hétre rá, azért egy kis nyomás rajtam volt. Szerencsére sikerült nagyon jól teljesítenem és kezelnem ezt a helyzetet, és éremért mentem természetesen, és sikerült is érmet szereznem, majdnem aranyérmet, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, boldog vagyok, és ezüstéremet értem az a kettővel. A világranglistán elfoglalt helyezésnek köszönhetően kiemeltként indulhattál ezen a versenyen. Mekkora könnyebbséget jelent az, vagy egy pici nehézséget is jelent, hogy később kell beszállni a versenybe, esetleg olyanokkal szemben, akik már vívtak? Én örülök, hogy kiemeltként kezdem ezeket a versenyeket, mert a poolmérkőzésekben 5 állatig mennek az asszok, és 5 állat az nagyon kevés. Ott nem, én úgy gondolom, nem igazán jön ki úgy a tudás, tehát ott kis szerencse is van, a zsűri függő is, most 1-2 állaton múlnak az asszok 5 állatot elérni, az nagyon gyorsan megtörténik. A egyenes kiesésen pedig 15 állatig megyünk, ott pedig jobban kijön a tudás, és én ennek nagyon örülök. Meg nem kell ott végig úgymond szenvednem idézőjelbe, hanem azonnal egyenes kiesés, és ott készülhetünk az ellenfelekkel.
Lehet azt mondani, hogy a fináléig magabiztos győzelmekkel jutottál elő, és egy tussal maradt állul a döntőben a lengyel Kaszróval szemben. Milyen mérkőzés volt a finálé? Nagyon élveztem a finálét, és nagyon örülök, hogy ennyire kiélezett volt a helyzet. Mindeketten láttam Kaszrón is, hogy ő is rendkívül koncentrál és rendkívül feszült volt a helyzet. Több bemozdulás is volt, ő is kapott piros lapot, többet én is ugyanúgy kaptam több piros lapot, ami azt jelzi, hogy mindeketten annyira kiélezett helyzetbe hoztuk a másikat is, hogy muszáj volt ennyire ott pattanásig feszült helyzetben kezelnünk ezt az egészet. Egy találatom múlt, én is vezettem, ő is vezetett asszok közben, a végén egy talál döntött, majd legközelebb az én jobbamra fog ez dönteni. Egy találattal elveszett döntő után lehet azonnal örülni az üstéremnek? Ott, amikor utolsó talált meg volt és videózták vissza, én akkor tudtam, éreztem és tisztában voltam bele, hogy ő nyerte meg. Kicsit szomorkodtam, utána viszont nagyon boldog voltam, és nagyon örültem, mert én Európa-bajnokságon még nem nyertem érmet, most sikerült, és az óriási öröm számomra. Az egyéniben szerzett érem mellé sikerült szerezni egy csapat ezüstérmet is. Ez mennyire meglepetés, mennyire váratlan? Meglepetésnek mondhatom, mert nem számított. Nem is az, hogy mi, hanem úgy a nemzetközi banda, aki ott volt, nem igazán számított erre, hogy magyarra fogják vinni a döntőt. Én viszont tudtam, hogy nagyon jók vagyunk, Osvetics is nagyon jó, én is oda sorolom magamat, és a Sanyi is a harmadik ember, tehát én tudtam, hogy jó eredményt érhetünk el, és amikor megtudtam, hogy milyen ellenfelek következnek, én akkor már éreztem, és tudtam, hogy ebbe bármi lehet. Megvertük a franciákat, utána pedig a németeket, és én nagyon boldog voltam, hogy ott is döntőbe kerültünk, utána az olaszoktól kikaptunk, de ettől függetlenül rendkívül boldog vagyok. Visszatérve az egyénre, ugye egy világkupa arany, egy ebbi ezüst, ami azt jelenti, hogy a második helyen állsz a olimpiai kvalifikációs ranglistán, mekkora megnyugvás ez a jövőre nézve? Egy pici megnyugvás, de én nem igazán számogatok itt, hanem készülök a következő versenyre, még nagyon sok van hátra, nagyon sok minden történhet, én mindig a következő lépcsőfokra koncentrálok. Ebben az évben is lesz még egy verseny, a Magyar Bajnokság jövő hétvégén. Milyen célokkal indulsz ezek után? Természetesen is éremért megyek, remélem jól fog sikerülni. Amikor legutóbb beszélgettünk, mondtad, hogy ha nem is az egész Európa Bajnokságban, de István versenyek napján kint lesz-e. Hogyan élted meg ezt a nem is egy, hanem előző nap érkezték két napot? Ez fantasztikus volt ez a két nap, és nagyon örülök, hogy ott lehettem, és eredményesen szerepelt István. Említettük korábban, hogy éremért utazott, az érem megvan. A te szemüvegeden keresztül milyen úton jutottál az ezüstéremig? Ugye az EB előtt két héttel volt az Eger, világkupa verseny, amit István megnyert, és nyilván egy ilyen verseny után kimondatlanul is elvárások vannak, hogy az EB-n is akkor jól kell szerepelni, és át kell tudni menteni a formát. És itt az volt a lényeg, hogy István nem hagyta, hogy nyomás alá kerüljön, és nagyon profin tudta kezelni ezt a szituációt, és tényleg tökéletesen teljesített az Európa-bajnokságon a teher ellenére, tehát ez nagyon nehéz volt. Lengyelországban lengyel versenyző nyerte meg az Európa-bajnoki címet, lehet, hogy ez az egy tuspont az a pici múlott, hogy a hazai közönség előtt hívhatott? Nem gondolom, tehát az ő motivációjába, a Castro motivációja biztos benne volt, hogy neki ez hazai pálya is, ugye közönség volt, meg a családtagok, meg barátok, stb. De szakmailag, vagy bírói ítéletben nem szenvedtünk hátrányt emiatt, mert ez Lengyelországban volt. Két ezüstet ért haza István, a csapat ezüst az lehet azt mondani, hogy habatoltán? Az a felszabadult, az a happy vívás volt, és én azt gondolom, hogy a fiúkot már tényleg örömből vívtak felszabadultan, és olyan ellenfeleket kaptak, ahol ráadásul még passzolt is a vívó stílus. Ettől függetlenül nagyon kellett küzdeniük, én azt gondolom, hogy megverjék őket. Ezekkel az eredményekkel is van bizonyította, hogy ott van a világon a legjobbak között. Edzői szemmel nézem, mi az, ami még lehet finomítani, kell finomítani, hogy még jobban domináljon. Mindig a következő feladatra koncentrálunk, és a következő ellenfelekre. Nyilván vannak olyan ellenfelek, akik még nehezek lesznek, és még nem kerültünk velük össze a direkt kiesésbe, majd egyszer ők is sorra kerülnek, tehát van feladat, amiért dolgozunk. Lesz még az idén egy magyar bajnokság, de tekintsük egy picit a 2023-as évre. Túl vagytok két kvalifikációs versenyen, hogy néz ki az év első fele? Hát az év első fele ugye folytatódnak a világkupa versenyek, a jövő évben lesz 6 világkupa verseny és egy világbajnokság, és hát ezekre kell készülni.
Győzelemmel búcsúzott erre az évre szurkolóitól a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese az NB2 északkeleti csoportjában a Balmazújváros fogadta és győzte le 38-22-re. Gólváltásokkal indult a találkozó, az első percekben tartotta a lépést a nyírbátorral a vendégcsapat, aztán elkezdett ellépni ellenfelétől a házigazda, a bátori gólokra csak ritkán érkezett válasz, így a szünetig 9 gólos előnyre tett szert Falcsik Miklós együttese. Fordulás után sem változott a játék képe, a fiatal balmazújvárosi csapat igyekezett, de nem tudta megakadályozni, hogy tovább nőjön a különbség. A meccs végéhez közeledve mindkét edző lehetőséget adott valamennyi játékosának, a nyírbátor pedig 16 gólos győzelemmel zárta idei utolsó hazai mérkőzését. Meccs előtt is lehetett tudni, hogy van különbség a két csapat között. Ennek tükrében milyen feladattal küldtett pályára a csapatot? Az elmúlt héten nagyon sok elkerülhető gólt kaptunk, és tudat alatt benne volt a társaságban az, hogy sokkal jobb csapat vagyunk, mint az új Fehértó Kálósemény, és ezt próbáltam rendezni a fejekbe. Úgy néz ki, hogy sikerült. Nem szabad senkit lenézni, és nem szabad senki ellen olyan lecserül hozzáállni a dolgokhoz, mert akkor az általában megbosszulja magát. Persze, amikor érzi az ember, hogy bármit csinál az ellenfél, úgyis jobb leszek, akkor sajnos egy olyan dolog alakul ki, hogy kapunk 27 gólt egy ilyen Újfehértótól. Most azért megmutatta a csapat, hogy 21 vagy 22 gólt kaptunk, ez teljesen vállalható, teljesen normális, és majdnem közel 40 gólt sikerült lőni. Kevés hibával játszottunk. Ez egy fiatal, ügyes társaság, ez a balmazújvárosi ifi csapat tulajdonképpen, igazából felnőtt korú játékosok, nem tudom, hogy van-e. És azért az látszott, hogy ha mi hibáztunk a támadásnak, akkor az ellentámadásokat villámgyorsan vezetik, és elég jó százalékban ki is használták az ígyszereiket, belőldözték. Felállt falelem már voltak problémáik, tehát igazából ott sikerült őket elkedvetleníteni, én úgy gondolom. Így a szezon vége felé érződik már némi fáradtság a csapaton? Ilyen szempontból szerencsés is egy kicsit a sorsolásunk, hogy nem a mezőny elejével játszunk az utolsó három fordulóba. Ez remélem tavasszal is előnyünkre fog állni. Persze ennek van egy másik oldal, és a tűzben tartani a játékosokat is nagyon nehéz. Egyelőre partnerek a fiúk, és ezért köszönet jár nekik. Nekem pedig Mikulás napra előzetesként tulajdonképpen egy nagyon szép győzelmet sikerült, hogy prezentáljanak a fiúk, úgyhogy megyünk és megvendégelem őket, mert sütöttem nekik süteményt. Kazincbarcikán zárjátok az őszi idényt, milyen esélyekkel, reményekkel, gondolom két pontért utaztok? Mindenféleképpen az a szándékunk, hogy elhozzuk mind a két pontot. A papírforma alapján ennek realitása is van, de az ördög nem alszik. Tehát amit láttátok, 12-en voltunk csak, ifisták teljesen elfogytak, mindenki sérült, beteg, úgyhogy a felnőtt csapat, a felnőtt keretnek kell megoldani, és még ráadásul a Vasas Gyurci is sérült. Tehát tulajdonképpen abból a 13 felnőtt játékos, most már csak 12-en maradtunk. Remélem, hogy sikerül valamit majd újítani esetleg a februári játékozolási időszak végéig. Nem szabad, hogy így neki menjünk a tavasznak, mert bármilyen sérülés ér bennünket, akkor nagyon nagy bajba vagyunk. A két csapat őszi eredményét és a tabellát látva lehetett arra számítani, hogy a Nyírbátor a meccs esélyese. Ennek tükrében mit kértél a csapatottól, és mit kaptál vissza belőle? Nyilván számítottunk erre, hogy a Nyírbátor azért két éven át bajnok volt, lehet cserélődött a csapat, de mi egy sokkal fiatalabb gárda vagyunk, még egy tanuló fázisában vagyunk az évnek. Sajnos van sérült játékosunk, várjuk a visszatérésüket. Azt kértem a játékosoktól, hogy próbáljunk futni, ahogy szoktunk. Ez az elején nagyon jól ment, de azért utána már egy kicsit a lelkesedésünk kezdett aláfagyni, mivel mikor a bátor elkezdett ellépni tőlünk, akkor láttam az arcokon, hogy kétségbe esettek vagyunk. A figuráink se nagyon-nagyon jöttek. Voltak többen, akiken nem folyt a labda tovább, lassították a játékokat. Nyilván sokat tanultunk ebből az eredményből, és próbálunk azért javítani a hibáinkon.
ezzel a fiatal csapattal milyen célokkal vágtatok neki a bajnokságnak? A bajnokságnak a bennmaradás céljával mentünk neki. Ez nagyon-nagyon nehéz feladat egy ifi csapatnak szinte, mert a csapatunk 70%-a játszik egy másik bajnokságban is. Rengeteget utaznak sajnos. Most csütörtökön is mérkőzésen voltak Izsákon, ami azért egy 4 órás út. Nyilván az edzésekből is úgy kell visszavenni, hogy a regeneráció megfelelően megtörténjen számukra, hisz nem szeretnék sérülést okozni és játékost elveszíteni a szezon további részére. A bennmaradásért küzdünk, tanulunk, hál' Istennek mindenkit pályára tudtam küldeni, egytől egyig mind a 16 játékosom tudott bizonyítani, érvényesülni. Bízunk abba, hogy ez a későbbiekben meghozza az eredményét. A felnőtt csapatra milyen meccs vár még? Egy forduló van hátra ősszel, pontosabban most már télen. Egy forduló van, a Hajdúböszörmény csapatát fogjuk hazai környezetben fogadni. Bízok benne, hogy az a mérkőzés valamivel szimpatikusabb lesz, mint ez. Hazai pályán egyébként jól szoktunk menni, a közönség szeret kilátogatni hozzánk, az nagy erőt szokott adni a srácoknak. Tanulnunk kell, érnünk kell, és minden meccsből levonni a következtetéseket, és próbálni építeni belőle. Maga biztos győzelemmel érvényesítette a papírformát a Nyírbátor, kívülről úgy tűnt, csak az oda kérdéses, hogy mennyi lesz a különbség, belülről milyen volt ez a meccs? Én úgy gondolom, hogy már az elejétől kezdve kézben tartottuk ezt a meccset, de egy ilyen jellegű meccsre készültünk mi is egész héten. Tudtuk, hogy valószínűleg ilyen kimenetelnek kell születni ezen a meccsen. Mennyire nehéz egy olyan meccsen játszani, ahol mindkét csapat tudja gyakorlatilag, hogy hogyan végződik? Nem egyszerű, mert igazából rajtunk is van egy idézőjesen egy kényszer, hogy hozni kell a papírformát, és nem tudhatjuk, hogy az ellenfél csapat mivel rukkol elő, hiszen rajtuk nincsen úgymond teher ilyenkor, és bármit megvalósulhat, úgyhogy nem egyszerű, de én úgy gondolom, hogy megtettünk mindent azért, hogy a szurkolók elégedettek legyenek. Egy forduló van még hát az őszből, ott is jó eséllyel léptek majd pályára Kazincbarcikán a idén záró fordulójában. Mennyire vagytok elégedettek az eddigi szerepléssel? Én úgy gondolom, hogy eddig mindent megtettünk, amit csak tudtunk. Becsületesen felkészültünk az összes meccsünkre. Nyilván tudtuk ebben az évben, hogy nem fogunk tudni minden egyes meccset megnyerni, de igyekeztünk megtenni mindent, így megyünk neki a legutolsó meccsünknek is. A forduló további eredményei a következők. Acélváros KK DVTK 24-28, Fehérgyarmati VSE Mezőkövesdi KC 22-29, Hajdúböszörményi TE Újfehértó Kálói Semjéneszese 37-33 és Kisvárdai KC Deac 2 28-32. A tabella élén a Mezőkövesd áll 20 ponttal, 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a szintén 20 pontos, egy meccsel többet játszó DVTK-t. A 15 ponttal 4. Nyírbátor szombaton, a 4 ponttal 9. Kazincbarcika otthonában zárja az évet. A házigazda csapata nyerte a 27. Móricz Kupa lány nemzetközi röplabda tornát. Moraszki Gyuláni együttes a döntőben az utét múlta felül 2-0-ra. Annak is nagyon örültünk, hogy a gazdasági válság miatt egyáltalán meg tudtuk rendezni, és életben tudtuk tartani a Móricz kupát. Az, hogy most 12 csapat helyett 6 csapattal rendeztük, ez nyilván kis hiányérzetet és tudatot hagyott maga után, mert egy Vasas, Békés Csaba, Kecskemét, Jászberény, olyan csapatok is hiányoztak, akik évek óta emelték a színvonalat a nemzetközi tornán, de sajnos ezt a helyzetet most el kellett fogadni, és 6 csapatra le kellett csökkenteni a létszámot. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy magas szinten röplabdáztunk, és küzdelmes mérkőzéseket láthattak azok a nézők, akiket érdekelt és kijöttek megnézni a mérkőzés sorozatokat. És többek között az is örömmel tölt el, hogy a gyerekeinknek sikerélményt szereztünk ezáltal, és öröm pillanatokat csaltunk a szemükbe, hogy újra kaptunk egy ilyen megmérettetési lehetőséget, hogy nemzetközi szinten, hiszen 2-24-nél játszottunk, és a mi hálómagasságunk 2-17, tehát azt gondolom, hogy ez hatalmasan
jól, vagyis nagyon jól felkészített bennünket a közelgő OGB középszakasz mérkőzés sorozataira, a Diákolimpia döntőkre, valamint a következő nemzetközi mérkőzések megmérettetésére. Kivel került a Móricz egy csoportba, ugye 2-3 csoportban kezdtétek a tornát? A szerbekkel, Kikindával és a szlovák Prešovval kerültünk mi egy csoportba. Az MTK Utaj és a lengyel Jaszló pedig szintén egy csoportban kerültek. Hát többek között ennek azért is így kellett lennie, mert a Szerbia érkezett meg szerdán este, és az első mérkőzés sorozat az minket illetett meg. Tehát azt gondoltam, hogy így a legjobb. Hogyan alakultak számotokra a mérkőzések? Nagyon jól alakultak, szinte hibátlanul összeszedettem, fegyelmezetten játszottunk végig a két nap során. Azt gondolom, hogy amit kértünk a lányoktól, technikailag, taktikailag mindent betartottak, és a vártnál is jobban kijött belőlük. Tehát lehetett látni a gyerekeken, hogy nagyon szeretnék megnyerni a Móricz kupát. Nagyon akartak, szinte a csapat minden tagja küzdött azért, hogy az első helyet el tudjuk hozni. Mennyire lehetett azt látni, hogy 2 év szünet után örülnek egymásnak a gyerekek, hogy találkoztak egymás, és gondolom az edzők között is megvolt ugyanez? Természetesen, mi is már régen találkoztunk. A külföldi barátainkra nézve azért el kell mondani, hogy 30 éves kapcsolat köt bennünket össze, oda-vissza járunk egymás mérkőzéseire, és ez a 2 év kihagyás, ez kis nyomot hagyott maga után, tehát nagyon kellett az, hogy ezek a barátságok tovább mélyüljenek, és szinten tudjuk tartani. A magyar csapatokkal pedig nem régen az alapszakaszban játszottunk, az UT-vel is, az MTK-val is, és most nagyon örültem neki, hogy az alapszakaszban 3-2-re tudtunk nyerni az UT ellen, most pedig 3-0 vagy 2-0 arányba meg 2 nyertve mentünk. Sikerült győzedelmeskedni a döntő mérkőzésen. Hát azt gondolom, hogy mindenképpen jó úton járunk, és hogy az elvégzett munka kijött a gyerekekből, és azt gondolom, hogy ha ezt tovább így folytatjuk, akkor a gyümölcs is megérik a végére. A Diákolimpián mindkét korosztályban címvédő a Móricz, idén is az aranyérem megszerzése a cél? Ez még egy kicsit távoli. Nyilván dobogós helyre pályázunk. Azt gondolom, hogy dolgozunk, és mindent megteszünk azért, hogy minél eredményesebben szerepeljünk. Ezt még az adott lehetőségek is diktálni fogják, hogy mi lesz még addig. Addig még lesz egy UGB döntő is, tehát ezekre a versenyekre még mindenhova be kell jutni. Tehát ez nem úgy van csak, hogy már egyből a döntőkre érkezünk. Hát mindenképpen a Diákolimpiánál is van megyei döntő, elődöntő, nyilván utána az országos döntő. Hát azon leszünk, hogy ismét bajnokok legyünk. A Covid előtti időszakban a Móricz nem csak rendezett nemzetközi tornákat, hanem ti is utaztatok. Hogy néz ki, visszatér az az időszak lassan? Nagyon remélem, mert ez nagyon hiányzik a gyerekeknek. A külföldiek nagyon alázatosak, teljesen más mentalitással dolgoznak, és nagyon sokat tudunk tőlük tanulni kint is, és valahogy másképpen viselkedünk kint, mint itthon. Tehát mikor kimegyünk egy ilyen nemzetközi megmérettetésre, akkor rengeteget tanulunk tőlük, és abból próbálunk mi javunkra profitálni. Most is lesz egy ilyen megmérettetés. December 12-én lesz az 56. Nemzetközi Polgármester Kupa Prešovba, Szlovákiában, ahova 30 éve valóban járunk, és nagyon várjuk ezt a megmérettetést, hiszen az utóbbi 5 évben mi hoztuk el az első helyezést, és meg szeretnénk védeni a bajnoki címünket ott is. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!